Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait mai sajtótájékoztatómon, melynek témája a közpénz herdálásnál nincs limit. Látható, hogy gyakorlatilag most már az úthálózatunk az szinte végérvényesen elkopott. Láthatjuk, hogy vasútvonalakat zárnak be, és a meglévő fővonalakon sem lehet normálisan 21. századhoz méltóan közlekedni, és azt is láthatjuk, hogy az állami szektorban milyen problémák vannak, ha csak az egészségügyre, az oktatásra, vagy mondjuk a rendfenntartásra gondolunk és ez mellett azt is láthatjuk, hogy most a köztársasági elnök lemondását követő botrány kapcsán a volt igazságügyi miniszter asszonynak a férje megszólalt, és ő az interjújában elmondta, hogy gyakorlatilag ott tartunk, hogy a közpénzen most már pár családi a fél ország, ott tartunk, hogy gyakorlatilag államilag kiírt közbeszerzéseknél háromszoros, hatszoros túlárazások azok, amik jellemzőek általában, és azt is láthattuk, hogy a Covid-kamu mizéria alatt pedig milyen pénzlehúzások voltak, hisz egész egyszerűen a gyors teszteket 5 milliárd forintért szerezte be a magyar állam, melyeket aztán több száz millió forintért semmisített meg, miután nem kellett felhasználni őket. Azt is láthattuk, hogy 10 millió forintért vásároltak lélegeztető gépeket, amelyeknek darabját most 13 ezer forintért szeretnék a végrehajtói kar oldalán árusítani és értékesíteni, és azt is láthattuk, hogy gyakorlatilag a még helyi vállalkozók nem jutnak tűz közeltől egy kicsit távolabb lévő vállalkozók, nem jutnak munkához nyílt közbeszerzési pályázatokon, addig Mészáros Lőrinc az elmúlt három évben több mint ezer milliárd forint állami közbeszerzést rettett csak szert, és nagyon úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a magyar adófizetők pénzén sikerült Mészáros Lőrincnek és az oligarha bandájának, illetve társainak is felhízni. Éppen ezért a mi az mozgalom azt gondolja, hogy ennek egyszerűs és a véget kell vetni. Üdvözöljük, hogy legalább volt olyan ember, aki igaz, kényszer hatására, de kiállt és elkezdett erről beszélni. Reméljük, hogy az egy fecske után lesznek többen is, akik elkezdenek csicseregni, és reméljük, hogy ezt a velejé korrupt rendszert egyszer és mindenkorra fel fogjuk tudni számolni.